Hát ez az épület, ami itt látható, ez a JASA, az International Institute for Applied Systems Analysis nek a fő hadiszállása. Ez egy volt Habsburg kastélyban van, Luxemburgban, ez Bécstől 16 kilométerre van délre, és tulajdonképpen Mária Terézia idején építették ki a jelenlegi formátumába. Itt a baloldali képen fölül a főbejárat fölötti irodákat látja, lehet látni. Hát ebben az egy irodában, az egyik irodában, pont a középen ott dolgoztam 1978-79-ben, azután az épületen belül más irodába kerültem. A jobb felső kép az itt a úgynevezett park irányába nyitotta meg, így a JASA-t, ez tehát az ugyanaz a kastély. Na most ez a prezentáció a JASA 50 éves születésnapjára készült. Az 50 éves születésnapja az alakulása az 1972. október 4-ére datálódik. Londonba alapították ezt az intézetet. Na most a prezentációm, amiről itt szólni fog, az itt a JASA Gateway története, és ez az internet előtti első állandó számítógép hálózati kapcsolatokról szól, kelet és nyugat között, és durván az 1970-es évek végén től az 1990-es évek elejéig megy. Eznek az időtartalom nagyjából az úgynevezett hidegháborús évek voltak. Na most nézzük akkor tovább. Tehát amiről én itt beszámolni szeretnék, az a következő történelmi áttekintésről szólt, ennek a fő pontjai a következő. Először is a JASA számítógép hálózati projektnek a céljairól fog beszélni. Ez így durva 1973-ban lett letéve. Utána a JASA.net projektről beszélek egészen röviden. Ez a projekt a JASA Gateway projektnek az elődje volt, és ez a projekt durva 1978-ig tartott. Azért beszélek majd róla nagyon röviden, mert nagyon kevés történt így az 50 év tekintetéből visszanézve, úgyhogy tulajdonképpen nem sok érdemes dolog van, amit meg lehet mondani. Na most a JASA Gateway projekt, ez már sokkal értékesebb volt, ennek a felfutása durva 1973-1983, és ezen belül a JASA TPA 70 számítógép Gateway történetéről fog beszélni. Ez durván így ennek a prezentációnak így a központi témája. Ezen túl a JASA különböző érdekes ICT alkalmazásokat is behozott. Tehát ezek ilyen hálózati, az első számítógép hálózati alkalmazások volt, főleg Ausztriában és Európában. És emellett paralel futottak a JASA ICT tanulmányai. Tehát ezekről is csak itt példaképpen fogok úgy beszámolni. Na most a lényeg az, hogy a JASA Gateway funkcióját azután az internet, az osztrák internet veszi át graduálisan, és hát ezt úgy 1990-es évek elejére lehet tenni, 92-1993-ra. Akkor van egy slide, ahol összehasonlítottam az internetet a JASA.net JASA Gateway projekttel, tehát a két projektnek az összehasonlítása, és utána a végén van egy összefoglaló és levonható tanulmányok szlájdja is.
Na hát, ahogy mondtam, a JASA 1972-ben lett alapítva Londonba, és ez mint egy nemzetközi interdisziplináris kutatóintézetként lett alapítva, és itt mindenféle kutatási területek voltak, amikre nem akarok itt kitérni. Én egyedül itt a számítógép hálózati projekt és annak a munkájára szeretnék koncentrálni. Na most nem sokkal megalakulása után a JASA lépéseket tett egy számítógép hálózat megépítésére, és hát ennek érdekében különböző előtanulmányok folytattak, 1973. szeptemberében és 1974. októberében például az intézet konferenciákat rendezett, és itt vannak a számítógép hálózati szakembereknek egy tízes társasága is, aki részt vett ezeken a konferenciákon. Hát ezek így nagy nevek, így a témában. Az intézet azt remélte, hogy a számítógép hálózatok két fő kérdését, az összekapcsoltságot és a hiányzó szabványokról szóló vitákat koordinálni fogja, vagy tudja. Hát ez sajnos túl optimistának bizonyult. A csoportvezetője, tehát a tudományos csoportvezetője a JASA-n belül, ez az úgynevezett JASA Computer Networking Group volt, ennek az első vezetője 1980-ig Sasha Butrymenko vagy Alexander Butrymenko volt. Na most a JASA.net projektnek az első szakaszába, amikor így elkezdett úgy szép lassan így beindulni, eddig 1974-ben voltak, ekkor ilyen gyakorlati hálózati építési kapcsolatokat kezdett a JASA bele, és ilyen sor kísérleti hálózati kapcsolatot létesített. Ezek persze nagyon rövid ideig tartottak, egy-két nap maximum. Tehát például a JASA luxemburgi gépterméből Moszkvába, Pozsonyba, Pízába, Edinburghbe, Budapestre készültek ilyen, hogy hajtottak végre ilyen kísérleti hálózati kapcsolatokat, de a JASA-n keresztül is létesítette kapcsolatot, tehát ahol a JASA közbőső nód volt, például Budapest és Párizs között. A terv, ahogy mondtam, egy közös számítógép hálózat felépítése és annak közös működtetése volt. Ez egy nagyon hasonló elképzelés volt, mint később az internetnek az esetében. Sajnos a JASA tagok által beígért és szükséges hozzájárulások a projekthez, ez hardware, szoftver, munkaerő és pénz, csak résznek valósultak meg. Na most mik voltak az akkori alapelvek ennek a projektnek? Hát az első alapelv az az volt, hogy minden szükséges forrás a résztvevő tagoktól származó, hogy azokat egymás között megosztanák. Hát mit voltak ezek? Ez volt így az ICT hardware és szoftver biztosítása, a releváns műszaki specifikáció CO-kat közösen dolgozták volna ki, a számítógép vonalakat, telekommunikációs költségeket biztosították volna, és ezeket egymás között megosztották volna, és különböző osztott alkalmazásokat telepítettek volna a megfelelő hostokon a különböző országokba és telephelyeken. A következő fontos dolog az az úgynevezett JASA.net közössége építése volt. Ez egy fontos projektcél volt, tehát ez tartotta volna életbe a JASA.net-et. Na most ez egy ilyen hasonló megosztási elv volt, mint ami aztán az internet felépítésénél is szerepet játszott, vagyis alkalmazásra került, de ott ez sokkal sikeresebben ment. Na most mik voltak a nehézségek a JASA.net megvalósítása során? Hát az első nehézség volt pénz, hogy a JASA-nak ilyen korlátozott saját pénzügyi források álltak rendelkezésére. Na most a második, hogy a JASA NMO-k, ezek a tagszervezetek voltak, által beígért hozzájárulások, ezek nem érkeztek a várt módon, és a JASA.net közösség is túl picinek bizonyult.
A harmadik pont az az volt, hogy ebbe az időben még a számítógépes vonalak és a berendezések azok rettentő sokba kerültek, tehát ez nagyon komoly akadályt jelentett. A negyedik pont az volt, hogy ugyanakkor viszont ilyen úgynevezett konkurens kísérleti számítógép hálózatok alakultak meg ezek a JASA-n kívül, tehát ez egy konkurens szituációt hoztak létre. Szóval az ötödik pont az, hogy még a politikai klíma változatlanul kedvezőtlen volt kelet és nyugat között, hát a JASA egy ilyen kelet-nyugati szervezet volt, tehát ez volt a lényege, és hát itt viszont a 70-es évek vége, 80-as évek az nem volt túlságosan kedvező politikai szempontból. Tehát kelet-nyugati politikai feszültségek, beleértve technológia transfer politikai kérdéseket és problémákat. Na most ennek a nehézségek miatt azután ezt a JASA.NET projektet ezt átdefiniálták. És átdefiniálták egy úgynevezett JASA Gateway projektre. És ez 1978-ban egy nyári konferencián történt itt Luxemburgban, és ez a luxemburgi konferencia, ez kulcsfontosságú döntéseket hozott. Na most kitartotta ez ott a konferenciát? Hát ezt a úgynevezett JASA Network Advisory Groupnak az ülése volt, és hát ez változtatta meg a projektnek az irányát. Ennek a lényege a következő volt. Egy, hogy a JASA lemondt egy különálló JASA hálózatról, illetve megpróbálja a más meglévő együttműködő kapcsolatokat és hálózatokat bevonni, és azokat egy úgynevezett JASA gateway-en keresztül, plusz, ahol ilyen hálózatok nem voltak, dedikált kapcsolatokon, hálózati kapcsolatokon keresztül összekapcsolni. Hát kvázi ez mint egy ilyen network of networks szerepelt volna. Na most ennek a központi része a JASA gateway oldalán persze az lett volna, hogyha ilyen sok heterogén vonalat és hálózatot hoznak össze, hát akkor nyilvánvaló ezekhez a hálózatokhoz és a kapcsolatokhoz műszaki és azoknak a műszaki szabványaihoz alkalmazkodni kellett. Tehát ez azt jelenti, hogy a gateway-nek egy ilyen számot vető interfész és protokoll konverziós funkciójának kellett, hogy legyen. Na most, ami még szintén lényeges volt, hogy a JASA közösség koncepcióját ezt kibővítették. És kibővítették például így a nemzetközi, egyes bizonyos nemzetközi szervezetnek a közösségével, hát ez alapvetően az IAEA Bécsben és az FAO Rómában volt, az IAEA az az atomenergia ügynökség, FAO az pedig a Food and Agricultural Organization, tehát a mezőgazdaság, és mind a kettőnek adatbankjai voltak, és ennek az adatbankoknak voltak ilyen speciális közössége, akik hozzáfértek az adatbankokhoz. És ezen túl kísérleti alapon egyes kereskedelmi adatbázis szállítókat is bevontak. Tehát ilyen volt például az ESA, European Space Agency-nek a adatbázis szolgáltatója, ESA Eslint Frascati-ba. A költségek szempontjából az elképzelés az volt, hogy a JASA-n belül a költségek és az erőforrások egyensúlya az maradjon meg, de ami ezen túlment, tehát például, hogy a kereskedelmi erőforrásokért, tehát ami mondjuk így az ESA és a kuncsafjai között mentek, hát itt a kuncsaftok és az ESA között megfelelő szerződés alapján a felhasználók
közvetlenül maguk fizettek volna, és fizettek is. Hát most itt saját magamról is beszélnem kell itt egy kicsit, hogy mi az én szerepem ehhez az egészhez. Én 1978 áprilisában csatlakoztam a JASA-hoz, és ez közvetlen azelőtt volt, hogy ez a bizonyos konferencia, amiről ezelőtt beszéltem, megtartották volna. A kezdetben én a JASA titkárságán dolgoztam, a JASA titkárának az asszisztenseként, ez az úriember Andrej Bikov volt, és ugyanakkor az egyik feladatom az mindjárt az volt, hogy a JASA.net, illetve később a JASA Gateway vezetési, szervezési, tervezési, pénzügyi, közösségépítési témáiba részt vegyek. Hát itt a két számottevő partnerem, akit meg szeretnék említeni a JASA-n belül, ez Sasha Butrymenko és Péter de Jánosi volt. Ők ketten akkor a JASA SDS osztályán dolgoztak, ez angolul Systems and Decision Sciences Area volt, és hát itt de facto egy ilyen közös tímet képeztük, és vezettük ezeket a, és bonyolítottuk ezeket a témákat. Na most később, itt megint személyemről beszélek, 1979-ben, akkor már megosztva 50-50%-ban a titkárság és az SZDSZ között dolgoztam, majd 1981-ben, akkor 50-50%-ban az SZDSZ és az MMT, ez egy másik osztály volt, menedzsment és technológia ária között, tehát akkor ott hagytam a JASA titkárságát, és hát ennek az volt az oka, hogy ezen az osztályon olyan interdisziplináris tanulmányok készültek ICT technológiákról, és komputer számítógép hálózatokról, ami szintén nagyon érdekes volt, tehát ekkor így 50-50%-ban dolgoztam ez a két csoport között. Na most itt van egy nagyon szép kép, ugye? Ez John Page, aki konzulens volt Sasha Butrymenko osztályán, és itt jobban jó magam, akit babrálom ott az egyik modemet, hogy szebb legyen a kép, és ez a JASA számítógépterembe készült úgy durván 79-80 tájéken. Pontosan nem tudom. Na most, ami itt nagyon érdekes, az a JASA TPS 70 számítógépnek a története. Ez a TPS 70 volt, amelyik a JASA-n belüli JASA Gateway-ként szolgált. És ez tényleg egy egészen fantasztikus történet szerintem, amit így érdemes felhozni. Na most maga a gép az a 1970-es évek elején készült Magyarországon, hát ismeretesen a KFK-ban készült, és a 70-es évek közepén ezt a gépet eladták a Control Data Corporation-nek, CDC-nek Minneapolisba. Volt egy olyan elképzelés, hogy ebből 100-150 darabot adnának el a Control Data-nak, és ők ezt főleg oktatásra használnák. Hát ebből nem lett semmi. Na most a Control Data Corporation ezt a gépet emiatt is alaposan kitesztelte, letesztelte Minneapolisba, és a negyedik pontban, ami szintén érdekes volt, hogy volt Washington DC-ben, ugye 1976 körül egy nagy bemutató, egy ilyen nagyobb kiállítás, amelyiken a szovjet és kelet-európai számítástechnikával foglalkozó technikát és alkalmazásokat mutatták be élőbe Washingtonba. És ennek az egyik darabja volt ez a TPA-70-es gép egy grafikus diszpléjjel együtt. Na most a következő volt, hogy amikor ez így lefutott, és hát tulajdonképpen nem nagyon volt sikeres ez a bemutató Washington DC-be, ebben a Control Data és egyéb amerikai vállalatok tulajdonképpen az adminisztrációnak
akarták elmagyarázni, hogy a szovjet és kelet-európai számítástechnikai világgal azért érdemes együtt dolgozni, és érdemes biznisz viszonyba is kerülni. Hát ez nem túlságosan sikerült. Na hát 1977-ben, amikor már ennek a TPA-70-nek ott semmi feladata nem volt, a 150-150-es CDC vagy TPA-70 eladásából sem lett semmi, akkor a CDC odaajándékozta a gépet a Jázánnak, mint egy kelet-nyugati kutatóintézetnek, hogy ők hát majd biztos, hogy fogják tudni valamire használni. Ezért a gépet visszaszállították Európába, Ausztriába, és azon belül Luxemburgba, a Jáza luxemburgi számítógéptermébe. Na most így nézett ki az eredeti konfiguráció, erről egy nagyon szép képet találtam Lukács József TPA történet című könyvéből, és hát itt volt ez a bizonyos grafikus display, és a grafikus displayt hajtotta meg a TPA-70, ez itt a TPA-70-nek a konzolja volt, egy Videoton VT340-es display, és hozzá tartozott még egy ilyen CDC hard drive is, ami az adatokat, programokat, stb. Tárolta, ami ehhez a grafikus displayhez így hozzá kellett. Tehát ez volt így az alap kiindulása annak a konfigurációnak, ami az TPA-70-en alapult, szintén TPA-70/25 pontosabban, de ezt már akkor nem a display vezérlésére használták, hanem számítógép hálózati nódként. Na most ez a kép még azelőtt van, amíg mielőtt még a projektot beindult volna, itt lehet látni, hogy itt sarokban itt puslakodott a grafikus display, maga a TPA-70, az itt valahol itt lehelyezkedett el a képnek a bal oldalán, itt sajnos nem látni, de hát maga a kép az valós kép, így nézett ki akkor a IHASA gépteremnek az egyik része. Na most folytatjuk a történetet, hogy a IHASA nem használta a TPA-70 grafikus display állomást, kivéve akkor, amikor néha ilyen demók voltak rajta, hát ilyen különböző két vagy három számítógépes játékot lehetett rajta látni, hát elég unalmas volt, mit mondjak. És hát ez eléggé kínos volt mindenkinek, hogy ott volt egy magyar számítógép perifériákkal minden egy, és az égvilágon senki nem használta. Úgyhogy kapura jött az, hogy a IHASA most akart készíteni a Luxemburg központban egy gateway-t. Na hát akkor a magyar NMO erre úgy döntött, hogy átépíti és bővíti a TPA-70-et, hogy az megfeleljen a IHASA gateway követelményeinek. Hát ez abból állt, hogy az első menetben a 2D71-es displayt azt leválasztották a TPA-70-ről, és ezt sikerült Szegedre küldeni, akkor még nem működő számítástechnikai múzeumhoz, de a múzeumnak már volt egy raktára, és oda ment került a GD71-es display. Maga a TPA-70 az át lett építve, és ki lett bővítve. Hát először is sikerült találni, ezt Lábadi Bercinek lehetett köszönni, a CDC-nek a bécsi központjába egy másik TPA-70-et, és ezen túlmenően a magyar tagszervezet, hát ami az OMLB keretében működött, szintén felajánlotta, hogy a kártyabővítéseket, ami szükségesek voltak a gateway-hez, hát ezt finanszírozza és megveszi. Tehát ebből a három részből épül tulajdonképpen a TPA-70-es gateway, ami a IHASA-ban működött. És ami itt nagyon fontos, mert ember is kellett azért hozzá, hogy Lábadi Albert Berci, a Stuckey-ból ekkor csatlakozott a IHASA teamhez, és hát ő fejlesztette ki a Stuckey-s
munkatársakkal együtt a gateway-nek a szoftverjét, és ő üzemeltette tulajdonképpen a JASA oldaláról a TPA 70-es gateway-t, hát hoz jó pár éven keresztül. Na most itt látható a Bercinek a képe, amikor a JASA géptermébe a TPA 70-nek a konzoljánál ül, és ja, ott készült ez a fénykép. És itt van a megmentett idézőjelben GD71-es grafikus display a Szegedi Magyar Számítás Technikai Múzeumnak a raktárában. Hát most már ez most már egy nagyon szép helyen van a múzeumban belül. Na most akkor folytatjuk a történetet, hogy mi történt a TP-70-es gateway-jel, és itt van, de sorry, szóval itt nem szabad megfeledkeznünk itt a gateway projektnek a magyarországi tagjain sem, tehát ahol a cél az volt, hogy majd egy másik TP-70-et telepítenek, és akkor két TP-70 X25-ös kapcsolaton fog egymással kapcsolatban lépni, és azon túl ehhez a gateway-hez, tehát ez a budapesti gateway-en keresztül az MTA kialakulóban lévő számítógépes hálózata lett volna és lett is. Na most itt egy-két nevet akarok csak említeni, ez messze nem képvisel mindenki, de hát sajnos ez van, tehát Bakonyi Péter, Csaba László, Darvas Péter, Vámos Tibor, akik a STAKI-nak a munkatársai, illetve vezetői voltak, és az OMFB részéről, tehát a Magyar Nemzet NMO-nak a titkára volt dr. Kis István, de ezen kívül még sokan mások részt vettek a projektben, tehát ezek őket azért itt meg kell említeni. Itt ez a slide, ez tulajdonképpen Lukács Józsefnek a könyvéből lett egy az egyben kimásolva, hogy ezt a TPA-70-es számítógép, eznek a leírása volt. Úgyhogy, na a következő slide, ezt már én készítettem valamelyik publikáció keretén belül, hogy ez volt a JASA gateway hálózati sémája úgy 1980-ban, 80 körül. Ez még abban az időben volt, amikor a TPA-70 még nem volt. Az első menetbe, lépcsőbe ezeket a kapcsolatokat ilyen TDM-mel, tehát Time Division Multiplexorral oldottuk meg, és ekkor ez volt itt a JASA nódon keresztül, és akkor mindenki kapott tulajdonképpen egy bizonyos csatornát azon a TD Multiplexeren keresztül. Tehát itt volt az első csatorna, ami Budapestre ment, a másik csatorna, amelyik Prága és Moszkva irányába ment, hát itt még a kapcsolat, hálózati kapcsolat az még csak nagyon időleges volt, a budapesti kapcsolat az egy permanens kapcsolata volt. A másik kapcsolat itt a Rádió Ausztriával, ez is szintén permanens kapcsolat volt, ezen keresztül lehetett a Timeneten és a Teleneten az észak-amerikai, USA és kanadai hostokat már elérni. A úgynevezett technikai a Bécsi Műszaki Egyetemen keresztül gondoltuk, hogy az akkor kiépülőbe lévő úgynevezett Euronet Network, ez egy európai hálózat lett volna, ezt fogjuk elérni, hát ez nem sikerült, politikai okokból se sikerült, de műszaki okokból sem. Odáig nem is kerültünk, hogy ezeket így összekötöttük volna, de ez volt az elképzelés. A IAEA-NO, tehát ez az Atomenergia Ügynökség, hát ezt mondtam, hogy így az Atomenergia Ügynökséggel
ott voltak az adatbankok, a INISZ meg az AGRISZ, ezt természetesen ezt el akartuk érni, tehát ez a projektnek egy központi része, és akkor onnantól kezdve ment tovább egy csatorna még a Műszaki Egyetemhöz, ott egy CDC masina volt, egy Cyber 74 Node Cyber 74 masina volt, és azt ott a JAZA bizonyos modelleket futtatott, tehát ez, azért akartuk ezeket elérni. Na most hasonlóféleképpen Olaszországban is volt egy ilyen nemzetközi, tudományos nemzetközi számítógéphálózat, ezen keresztül szintén a JAZA futtatott programokat, a PISA, a KNUCSE, ott volt egy IBM masina, és itt ez az egész akkor az úgynevezett ESA IRS nódon keresztül, tehát Frascati-n keresztül volt elérhető. Tehát ez volt a JAZA TPA 70 előtti szituáció. Na most az elérhető adatbázisok már ebben az időben is, tehát ezek ENSZ adatbázisok voltak, és más non-governmental organizációknak a adatbázisai voltak, például az ESA IRS Frascati-ból, itt a két igazgatót meg szeretném említeni, akik nagyon sokat segítettek a projektek, hasonlóféleképpen a Bécsi Atomenergia Ügynökségben az INISZ és az INISZ és az AGRISZ adatbankok voltak, és itt is szintén Harald Prior-t szeretném megemlíteni, aki sokat segített a projektbe. A harmadik ilyen volt még a bécsi impadokon keresztül, ott ilyen szabadalmi adatbázisokat tudtunk szintén elérni. Ez 1972 előtt, így a WIPO, a WIPO az Genfben van, ugye, ENSZ szervezetnek a bedolgozó központja volt az impadok, és 1991 után a European Patent Office vette át ezt a bécsi impadok központot, és ezeknek volt aki szabadalmi adatbázis, amit elértük. Ezen túlmenően itt voltak például Lockheed, Chemical Aspect Biosys, stb. Komerciális adatbankok, ez részben elérhető volt Frascati-ban, részben pedig az Egyesült Államokban. Ez a JAZA-nak is kellett, de azért ezen túlmenően például a Magyar Nemzeti NMO az is hozzáfért ezekhez az adatbankokhoz, hát persze előtte meg kellett kötni a megfelelő szerződéseket a Lockheed-dal és ezekkel az adatbank hoztokkal. Na most itt a JAZA TPA 70, mint a JAZA kétvény, ez volt a fejlesztésnek az első fázisa, tehát ami ezt a Time Division Multiplexing projektet felváltotta, és hát ebbe a fázisban itt lehet látni, hogy itt ilyen vonalak csatlakoztak a TPA 70-hez, tehát itt voltak a vonalak a JAZA belső számítógép hálózatához, ez 1200 bódos kapcsolat volt, a TimeNet Telenet hálózat, ez ment a Rádió Ausztrián keresztül, 1200 bódos volt, az IAEA adatközponthoz Bécsbe, ez 300, hát jó lassú, ESA adatbázis központ, ez is 300 bódos volt, az IBM számítógéphez, Bízában szintén 300 bódos volt, tehát ott olyan borzasztó nagy adatkicserélésre szó se lehetett, nyilván beindítani a programot, meg leállítani, stb. Azt lehetett. És ezen kívül még voltak ilyen helyi végállomások, terminálok, tehát helyi terminál 1, helyi terminál 2, és egy terminál Budapesten, az MTS Taki részéről, ez egy 300 bódos összekötetés volt. Na most a TPA 70 csomópont fejlesztésének a korai szakaszában a következő feladatokat kerültek megvalósításra, ez 1978. decemberében,
lett telepítve az első TPA-70-es konfiguráció a Jazánál. 1979. februárjában akkor egy kétnapos bemutatót lehetett már szervezni Budapesten a Jazán úton keresztül, elérhető számítógépekről és hálózati kapcsolatokról. Utána 1979. októberétől 80 májusig tartó időszakban, ez itt volt a csomópont fejlesztésnek a második szakasza, és a rendszeres kísérleti szolgáltatás az 1980. júliusában indult. És onnantól kezdve egészen végig, ameddig le nem kapcsolták ezt, ez állandó üzemben volt, tehát évi 365 nap. A csomópont első állandó rendszeres távoli felhasználója, az pedig a Magyar Nemzeti Tagszervezet volt, azt akin keresztül. 1980. júniusában és októberében, akkor egy-egy hétre bérelt vonalat létesítettek a JAZA és a Moszkvai System Studies Institute között, ez Gvisiáninak az intézete volt, és itt ez egy hardware multiplexelt vonat volt, és az egyik csatornája volt a csomóponthoz kötve, tehát a TPA-70 csomóponthoz kötve, és körülbelül ez alatt a hét demo alatt kb. 20 óra csatlakozási idő lett felhasználva a csomóponton keresztül elérhető számítógépek kapcsolatokhoz. Ezen túlmenőleg a 1980-ban nyarán volt a második, úgynevezett második JAZA konferencia, és ez ide alatt, tehát egy pár napig tartott, a budapesti vonalon két magyar számítógépet is elértünk. Az egyik volt a Staki számítógép központjában egy CDC 3300, illetve az SKI-ban a Martinelli téren ott volt egy Siemens 7755-ös gép, és ott lehetett elérni bizonyos programokat, hogy pontosan mik voltak ezek, hát már nem emlékszem. Na most a TPA-70 csomóponti fejlesztésnek a korai szakaszának a története persze folytatódott. A csomópontot ezután tovább bővítették 1981. januárban, további 5 aszinkron vonali interfésszel bővült a masina, és az igények azok nőtek, és 1981. márciusában a rendszer közvetlen memória elérési kártyákkal és bit kitöltő interfésszel frissítették fel, tehát kiépítették, tehát ott volt egy második kiépítési hullám, és azért, hogy nagyobb hátviteli sebességet érjenek el a gateway-en keresztül, illetve lehetővé tegyék az X25 CCITT X25 típusú hálózatoknak az elérését. Tehát ebben a szakaszban lett akkor az X25 implementálva a JAZA gateway-hez. A csomópont új verziója a CCITT X25 és a CCIPED ajánlásnak megfelelő hozzáférést biztosító eljárásokat is tartalmazott. És az X25-ös interfész az távoli koncentrált hangszávoli gépeknek a csatlakoztatására is használták. 1981 első negyed évben Budapesten lépett működésbe egy JAZA-hoz hasonló TPA-70-es rendszer. Hát ezt mondtam, hogy ez itt terben volt. És ez a TPA-70 a budapesti koncentrálta a JAZA-hoz kapcsolódó magyar terminálokat és hozgépeket, és későbbiekben a Magyar Akadémiai Hálózathoz való hozzáférés kívánta biztosítani. A budapesti TPA-70-et más országok kommunikációs vonalainak fogadására is tervezték, ugyanis a Magyar Akadémiai Hálózat közvetlenül is kapcsolódott volna például Moszkvába, Prágába, Bratislavába, stb. Nem okvetlenül minden a Jázán keresztül Ausztriába ment volna.
Később ez a két TPA-70, ez X25-ös összekötetés használták, 2400 bit per szekundum. Hát ez már egy középsebességűnek számított abban az időben, de X25 protokollal működött. Na most itt bemutatok itt egyedül két ilyen megint sematikus kapcsolatokat, hát itt nem megyek, magyarázom minden kapcsolatot meg, itt lehet látni, hogy az előző kapcsolathoz képest ez már így növekedett. Hát itt lehet látni már, hogy a rádióausztria a kapcsolatoknak egy nagy részét vitte volna át, tehát Jászán keresztül például Impadok onnan kapta a kapcsolatot, IAIN keresztül, ugyankor ESA, Knuce, RPC hálózat az változatlanul így network, de már itt a Jászában így elkezdtünk az osztrák postai hálózattal is dolgozni. Hát ez egy DATEX-L nevű circuit switch, tehát network volt, tehát nem X20-on keresztül, és egy viszonylag egy lassú vonalon keresztül. Szintén ezen gondoltuk, hogy a Euronet kapcsolat ezen keresztül fog menni, hát mondom, ez a kapcsolat, ez nem nagyon ment. Hát ez 1981. augusztusi állapotot tükrözött. Na most akkor ez már 1983-ban, hát itt lehet látni, hogy itt a Rádió Ausztrián keresztül itt kemény kiépítések voltak, hát ez nem a Jászának a Jászától teljesen függetlenül, de a Jász ebből tudott hasznosítani tudta. Hát egy ilyen kapcsolat volt, hogy a TimeNet-en keresztül el lehetett érni, akkor már persze az akkori amerikai és kanadai, illetve a japán hálózatokat, ezt a Vénusz például. Hát elméletileg én nem emlékszem, hogy valaha is a Vénuszon valamilyen hostot elértünk volna. És a Rádió Ausztria akkor kapcsolatot így épített ki, Svájcba a Rádió Swiss-szel, ez egy nagyon hasonló felépítésű társaság volt, mint a Rádió Ausztria, ezeknek is voltak saját adatbankjaik. Szintén nem nagyon emlékszem, hogy a Jászából, vagy akár Budapestről keresztül Rádió Swiss adatbankokat értünk volna el. És a Rádió Ausztria azon kívül Németországban is a DATEX-P, tehát ez egy packet switching, postai hálózat volt, az viszont össze volt kapcsolatva a Transpac-kal, Franciával, tehát ez a francia postai háló, ez a PSS, ez a PSS angol brit postai hálózat volt, stb. És lehetett látni, hogy itt is egy spanyol hálózathoz is létesített kapcsolatot, és az a Rádió Ausztria, és hát így szépen bővült az egész. A Jászán keresztül szintén jobban épültek ki a vonalak, tehát itt lehet látni, hogy itt a Stakin keresztül akkor már el lehetett érni a magyar NEDIX hálózatot, ez egy postai hálózat volt, ugye akkor a NEDIX hálózatnak közvetlen kapcsolata is volt akkor már Rádió Ausztriával, és ez a vonal itt a Jáza UTC-t Csehszlovákián keresztül, és a ISS, Nyipász, Vinity-hez képest, hát ez az a bizonyos Bratislava-Prága-Moszkvai vonal. És itt, ez itt az elképzelés, itt ez volt, hogy itt a Magyar Akadémiai Hálózaton keresztül, a budapesti TPA keresztül, akkor például Leningrádba adott lehetett volna elérni, hát nyilván egy ilyen terminál kapcsolatról volt itt szó. Hát ez volt így 1983-ban így az állapot, hát így egyre nőtt, hát természetesen ez azért még mindig
egy kis hálózat volt, a forgalom azért nagyon minimális volt rajta, tehát nem összehasonlítható. Ezek így az későbbi internettel és a World Wide Web számokkal. Na most mit voltak a JAZA TPH 70 csomópontnak fő funkciója JAZA-nál? Sajnos egy angol nyelvű slide, úgyhogy nyilván egy angol nyelvű JAZA publikációval vettem ki. Ami itt lényeg volt, ugyan, hogy még plusz van, amit így el kell mondani, hogy itt egy bizonyos, itt egy monitoring is történt a JAZA oldaláról, tehát a JAZA az nem volt a két végpontok között teljesen titkos adatforgalom. Ez abból a szempontból volt, hogy az egész JAZA TPA 70 JAZA vonalon azért egy kísérleti valaminek tekintettük, és nagyon vigyázni kellett azért, hogy nehogy az a vád érje a JAZA-t, hogy a JAZA-n keresztül valamiféle olyan adatforgalom megy keresztül, aminek nem kéne, tehát magyarul kémkedés, meg ilyesmi. Tehát ezért volt a monitoring bevezetve. Na most a remote training az gyakorlatilag kiadódott, hogy amikor egy új kapcsolat jött létre, és hát nem tudták, hogy hogyan kell a kapcsolatot fölépíteni, mik a hasznos dolgok, mik nem hasznosak, stb. Hogy a Lábadi Albert egyre gyakrabban adott ilyen remote training segítséget a felhasználóknak. Most amit még szintén megcsináltunk, hogy ez szintén a monitoringgal együtt volt, hogy valamennyi forgalmat tároltunk papíron, kinyomtattuk. Hát ez szintén ugyanez a feladat volt, hogy vigyázni kellett arra, hogy nehogy véletlenül a JAZA-t vádak alá kerüljön, hogy itt olyan tevékenységet csinál, amit nem szabad. Authorization control, ez azt jelenti, hogy aki bejelentkezett, és aki valahova akar kapcsolatot, ott egy megfelelő hozzáférési engedély szükséges, hát ez az authorization control. És ezen túlmenően természetesen ilyen statisztikákat vezettünk, hova ment a forgalom, milyen mértékben, hány percben, stb. És ebből ilyen úgynevezett státuszreportokat készítettünk, amit közzétettünk. Tehát ezek voltak a TPA-nak a fő funkciója JAZA-ba. Na most milyen, most itt már a szolgáltatásokra és a számítógépes hálózatú csoportjáról akarok egy kicsit beszélni, hogy a JAZA-nak mindig két számítógépes csoportja volt. Ezek kiegészítették egymást, de egy kicsit versenyeztek így egymással. Az első az a társaság volt, amelyik a belső nagy számítógépeket üzemeltették, és az ASCII szolgáló terminálokat, és ők telepítették a programokat így a belső számítógépekre. Ez így az amerikaiaknak a kezében volt. Jim Curry és 1978-ban Jim Karp volt ennek a csoportnak a vezetésébe. Na most, ami lényeges utólag, akkor ezt én személy szerint nem annyira tartottam annak, de utólag ez nagyon lényeges, hogy ez a társaság volt az, akik Európában az egyik első Unix fejlesztői voltak. Tehát az úgynevezett Unix fejlesztői közösség tagjai voltak, és kvázi a Unix fejlesztésének így az európai úttörői. És hát ezen túlmenően
még üzemeltették a házon belüli DEC számítógépeket, ami nem DEC rendszerekkel mentek, hanem Unixon keresztül, Unixon mentek. Hát először ez egy 1145-ös PDP számítógép volt, amikor én a Jászába kerültem, épp akkor cserélték ki 1170-re, később egy DEC-SPAX gépre cserélték, és ez mind Unix operációs rendszerrel működött. És ezeken mentek olyan alkalmazások is, amelyik hát abba, Európába, és még Unixon is ilyen úttörő alkalmazások voltak. Tehát ilyen volt például így a Telecenter, amelyik a JAZA e-mail és konferencia programja volt, hát saját belső fejlesztés volt, és ezen túlmenően persze voltak terminál hozzáférési programok távoli számítógépekhez, mint például egy IBM gép Pizzába, és akkor egy JAZA terminálról, amelyik a, mondjuk a PDP 1145-hoz vagy 70-hez csatlakozott, lehetett Pizzába futtatni a programokat. Na most ennél a csoportnál ebben az időben magyar tag is volt Pór András személyében, úgyhogy Pór Andrásról is így itt meg szeretném őt említeni. Na most a másik, ez a számítógép hálózati csoport volt, amiről már beszéltem, hát ez szovjet vezetéssel ment, először Alekszandr Butrimenko 80-ig, később pedig a Sasa Petrenko és Jurij Plotnikov vezetésével, és a csoportnak a tagjai, hát itt főleg a Berci, meg volt egy SM4-es számítógép, amelyik a Bratislava-prágai moszkvai kapcsolatot szolgálta aztán ki, és hát ezek üzemeltették ezeket a gépeket, és inkluzív a JAZA gateway-t. Na most a két csoport között természetesen együtt kellett működni, hát ez annyira ment, amennyire szükséges volt, és ez nem ment minden gyanú nélkül, tehát az egyik csoport, nyilván az amerikai csoport, az gyanúsította, az gyanúval nézte, hogy a szovjet vezette csoport mit csinálta, a szovjet vezette csoport, az pedig kicsit gyanúval nézte, hogy az amerikaiak azok mit csinálnak. Na most, ami még itt lényeges volt, hogy ezek az ICT szolgáltatások, ami ebből a két csoport által lett biztosítva, és a JAZA-ba az interdisziplináris kutatás az emellett természetesen, tehát volt a JAZA-nak a fő tevékenysége, és így tulajdonképpen minden egy kézből ment, ami egy szerencsés dolog volt, mert nem csak elméleti kutatások voltak, nem csak elméleti tanulmánykészítések voltak ezen a területen, tehát az ICT és a hálózati tevékenységről beszélek, hanem volt konkrét tapasztalat is. És ez egyedülálló helyzet volt, és egy egészen kitűnő lehetőség volt. A korai számítógép hálózati alkalmazásokat, mint e-mail számítógépes konferencia, nemzetközi elosztott kutatás, távoli számítástechnikai adatbázisokhoz való hozzáférés, stb. Ennek a műszaki, gazdasági, politikai hatásokat is vizsgálta a JAZA, tehát, és itt első kézből lehetett különböző dolgokat kikísérletezni, megfigyelni, tanulmányozni, stb. És ebből aztán végül a JAZA tanulmányokat megírni. És ami nagyon lényeges volt, hogy ezek a felhasználások akkor még teljesen újak voltak. Ez körülbelül 10 évvel az internet előtt kezdődött és történt, és akkor ezek a ilyen jellegű alkalmazások, mint a e-mail konferencia, stb. Teljesen újszerűek voltak, és még feltáratlanok voltak abban az időben. Na, hogy itt lehet látni a következő, hogy milyen főbb számítógép hálózati alkalmazások mentek így a JAZA-ba, a JAZA Gateway idején. Hát ez tulajdonképpen, akit így részletesebb érdekel, az így olvassa el, nagyjából azért már így elmondtam, hogy milyen jellegű dolgok voltak, úgyhogy megyek inkább a következő.
szlájdra. Na most e-mail és számítógépes konferenciák használata, tanulmánya, ez szerintem egy nagyon jelentős dolog volt, és ebbe a JASA, ez úttörő feladatot vállalt el, főleg így nemzetközi területen, és a JASA, ahogy mondtam, saját programcsomagokat fejlesztett és telepített ki erre a célra, külső és belső hozzáféréssel. És ez úgy kelet-nyugati viszonylatban is első volt, de ugyanúgy első volt Ausztrián belül, egyik első volt Európában, és hát ilyen használat szempontjából feltétlenül első volt így a magyar irányból is. Tehát ez volt így a JASA, saját JASA alkalmazások. Na most ezen túlmenőleg ilyen késő jövőben mutató tanulmányok készültek a technológia nagyszabású alkalmazásairól és a határokon átmenő adatforgalomról, transporter data flow témába, politika és annak a politikai kihatásaira. Ez ment így a JASA MMT osztályán, úgyhogy szerintem ez is lényegesebb volt. Na most az e-mail és a telekonferencik szoftverről, hát csak gyorsan hagyd említsem, hogy ezt kik fejlesztették ki. Ez Mike Pearson és Jim Karp volt főleg 1981-ben, és a Telecenternek hívták magát a rendszer. Ez gyakorlatilag azért nagyon hasonlított az úgynevezett ICE rendszerhez. Az ICE rendszer a New Jersey-ben futott, és hát tulajdonképpen ezt a rendszert koppintotta így le. De lényeges volt, mert egyik első volt Ausztriában, feltétlenül, és Európában. És ez volt az első nemzetközi e-mail és konferencia rendszer kelet és nyugat között. Na most ez egy másik példa itt, ami a MMT osztályon belül lett, és ennek az egyik szerzője itt jó magam voltam. Így JASA dokumentumok, tanulmányok a jövőbeli ICD trendektől, és az e-mail és a konferencia rendszereknek, hogy kihatásairól, és ez egy példa volt, amit így készítettünk, egy tanulmány, videotext, message service system, ez így érdemes, aki történelemmel akar foglalkozni, hogy hogyan láttuk akkor a jövőt, hát egy ilyen érdekes jövőben mutató tanulmány. Nagyon alaposan leírtuk, hogy az e-mail és a konferencrendszer az kemény tényezője lesz a kommunikációnak, és nagyon sok forgalmat fognak a normális postától is, és postai szolgálatoktól is átvenni. A videotext rendszerek a JASA megfogalmazásában, hát ez tulajdonképpen egy olyan jellegű rendszer volt, amint később a World Wide Web és az internet képviselt. Úgyhogy. És ez a szlájd, ez semmi más, itt a konklúziókat mutatja ebből a tanulmányból. Hát a konklúziókat, az, hogy ebből az e-mailből mi fog kinőni, hát ez ma már tudjuk, de hát akkor még nem. Na hát itt voltak itt a JASA-ban problémák is, különösen a 80-as évek elején. Ez Ronald Reagan elnöksége alatt következett. Hát itt a szovjetek azok egy kicsit ludassak voltak, hogy így elromlott a hangulat, és hát ez volt így a reakció. Bevonultak Afganisztánba, amit hát nem nagyon kellett volna, és hát így a Reagan, amikor kormányra került, hát gyakorlatilag az egyik ilyen cél, kis cél, amit JASA irányába végre akartak hajtani, az, hogy az amerikai
részvételt a Gázába, hát a minimumra, vagy teljesen megszüntessék. És hát ebben az időben akkor elkezdődtek mindenféle újságcikkek, hogy mit csinált így a Gáza, meg a Gáza Gateway, és a többi. Az egyik ilyen példának így egy újságcikket hoztam ide, tehát a New Scientist 1982. december 2-ben, hogy például a Gáza az megpróbálta, nem tudom, Aldermaster komputerbe behatolni. Aldermaster volt az angol atomenergia kutatásnak a központja. Hát aztán utána kiderült, hogy ők nem voltak semmiféle, annyira titkosak voltak, hogy semmiféle hálózathoz nem voltak kapcsolva, tehát így a Gázához ból se lehetett elérni. Na hát ezek az ilyen jellegű cikkekből több volt. Na hát akkor mi volt a válasz a Gáza oldalra erre ezekre a dolgokra a Gateway szinten? A Gateway szinten már azt mutattam, hogy a Gáza kezdettől fogva csak ellenőrzött, vagyis nem szabad információ áramlást tette lehetővé. Gyakorlatilag hát a forgalom az akkor még annak idején teljesen karakterorientált adatok mentek minden titkosítás nélkül, tehát nem volt ott semmiféle titkosítás, vagy az összes forgalmat rögzítettük és tároltuk. Valójában végtelen leporáló papírokra nyomtatva, hát ezek a papírok így hegynyi mennyiséget jelentettek, és ezt folyamatosan felülvizsgálta az üzemeltető személyzet, hát persze egy pontszerűen időről időre a felső vezetés is ellenőrizte. És hát ez persze mindenkinek meg is mondtuk, nehogy valakinek eszébe jusson valami olyasmit csinálni, ami problémát okozott volna a Gázának. Na, ugye akkor lehetett látni, hogy ezeken a határokon átmenő adatforgalom, ez egy probléma. Ez egy probléma, úgyhogy ezeknek a problémának az interdisziplináris kérdéseivel és a Transborder Data Flow-nak és a Flow Policy-nek a mindenre gyakorolt hatásával is elkezdtünk foglalkozni, és különböző tanulmányokat írni. Tehát a Gáza nem lett volna Gáza, hogyha csak a Gáza Gateway működési tapasztalatáról írtunk volna, hanem ezeket az interdisziplináris kutatásokat és tanulmányozásokat is belekezdtük. És hát sajnos azt kell mondani, pedig hát ez egy nagyon nagy és nagyon fontos terület, amit hát látunk, hogy még a mai napig nincs teljesen megoldva, hogy ezt a kutatási tevékenységet sajnos a 1980-as évek közepére kifuttatták, nem nagyon merték folytatni, nem is volt rá pénz, stb. Úgyhogy ezek a témák akkor ott a Gázán belül ott befejeződtek. Egy példa így az adatvédelemmel kapcsolatos tanulmány 1984-ben, ez volt szintén a Hermann Maurer, Rázi professzor, Rozenics, Norbert Rozenics, osztrák kormányba dolgozott, és az osztrák komputer Gesellschaftnak volt az egy időben az elnöke, és jó magam. Írtuk, hogy például videót Big Brother, tehát ez a tanulmány például azt hozta fel, hogy vigyázni kell arra, hogy bizonyos, hogy a hostok azok azáltal, hogy tudják, hogy ki mit kérdez le, stb. Mit keres, ezáltal vissza lehet következtetni bizonyos dolgokra. Hát ez a business model, ezt nagyon erősen látjuk ugye a Google-nál, a Facebook-nál, stb. Úgyhogy itt ez a tanulmány, hát itt már rámutatott 1984-ben arra, hogy fiúk, lányok, ebből probléma lehet, úgyhogy ezt figyelembe kell venni. Na most mi történt így a Gáza Gateway-jel a 1980-as évek közepe után?
Na most hát erről meglepően keveset tudunk, és nem sok dokumentációt találtunk, és tulajdonképpen ez nem is olyan nagy baj. Tehát a masina az ment, nem kellett vele semmit sem csinálni, és kész. Na most személyszerűen a Berci hazament, én úgy emlékszem, 83 tájékán, és hát én is 83-ba Grazba kerültem, még a Jászába azért még bedolgoztam, mint önkéntes kutató, és 84-85-ig. És akkor hát mi abba elhagytuk a Jászát, és onnantól kezdve gyakorlatilag akkor publikációk is befejeződtek a Jászó gétvére. Tehát utána pontosan mi történt vele, hát az nincs publikálva. Amit tudunk, hogy a TPA 70 napi 24 órában, év 365 napján még legalább 10 évet működött, látszik a TPA történelemkönyvét, de azt nem tudjuk pontosan, mikor vonták ki a forgalomba. Valószínűleg akkor, amikor a Jászó közvetlenül csatlakozott az osztrák úgynevezett ACO-nethez. ACO az ilyen akadémiai network volt, 1987-88-ban lehetett. Ugyancsak további kutatásra lenne szükség, hogy a Prága vonallal és az ottan gateway-jel és egy hosttal, az egy Nord 10 norvég számítógép, mi történt és mi ment rajta, stb. Ha volt egy olyan megállapodásunk így Jászán belül egymás között, hogy ki mit dolgoz föl, hát én vállaltam a Jászá gateway-t és a budapesti kapcsolatot, stb. A oroszok, volt egy orosz kollega, aki vállalta ugyanezt a prágai-moszkvai vonallal, hát abban nem lett semmi, és hát volt egy olyan ígéretünk is, hogy az osztrák aspektusokat is, hát valaki más fogja tárgyalni, hát nem akarok nevek mondani, mert de szóval így felasztottuk. Na most Lábadi Albert 1983 után, időről időként, azért még konzultánsként, még visszament Magyarországhoz a Jászához a TPA szervizelésére. De pontosan nem is tudjuk, hogy meddig, nem percesen tudta megmondani egészen pontosan. Na most mikor került a Jászá az ACO-nethez, az osztrák egyetemi hálózathoz? És később ezt kapcsolódott az internethez. Hát ez szintén csak publikációkról tudja az ember. Tehát a Jászá, az ACO-net kapcsolata az 1987-ben kezdődött. A Jászá akkor átállította az ukránkénti UUCP lekérdezéseket az e-mailek továbbítására egy amszterdami oldalról, a Bécsi Műszaki Egyetemről. Tehát akkor az a Jászá e-mailek azok innen jöttek. Ezt követte egy dedikált IP kapcsolat a Bécsi Műszaki Egyetemmel, amely 1991-ben egy 64 kilobit per szekundumos kapcsolatról, fokozatosan 200 megabit per szekundumos kapcsolatra nő. Hát ez a kapcsolat ez már lényegesen gyorsabb volt, mint a TPA 70 vonalai, és hát ez szükséges volt a 90-es évek tudósai és kutatói által igényelt nagyobb volumenű átvitel támogatásához. És szóval akkor, amikor a internet és a World Wide Web bejött Ausztriába, hát akkor a Jászá is mindjárt az első között volt, aki így kapcsolatot létesített. Na hát mi maradt meg közvetlenül? Hát ez engem is így érdekel, és én többször visszamentem a Jászába, nem azért, hogy ezt megnézem, de 2012. áprilisában megnéztem, hogy mi maradt meg a 1980-as évek Jászá számítógépeiből, a TPA 70-ből és a hardware-ből és a szoftverből. Hát gyakorlatilag semmi. Ez volt az egyedüli, ami megmaradt. Ez a TPA, nem is a TPA, a PDP 11/70-nek a doboza volt, amit a dobozt használták föl, de a elektronikát az természetesen nem se kidobták, úgyhogy sajnos nem tudtunk
a TPA-70-et sem megmenteni. Na most itt a következő kép, így a JASA hálózatépítés, az internet összevetése. A két projekt között mi volt a differencia? Hát a két projekt között a nagy differencia az a 10 év távlat volt. Tehát a JASA.net projekt 1974-78-ban, ez mint összefoglalás, ez csak tervezés, megvalósítás nem volt, nem lettek új szabványok. A JASA Gateway, hát itt ez volt, ahol valami történt. Az 79-92-90-ben működött, növekedési szakasz 83-ig ment mondjuk, és megvalósította a meglévő CCITT-ITU szabványokat, és a kapcsolat ezen egy felügyelt forgalom volt. Ez kis léptékű volt, kis felhasználói közösséggel, a kiválasztott nemzetközi szervezetek is csatlakoztak hozzá, tudományos szolgáltatók szintén, és ez erős kihatása volt abban az időben a JASA kutatása és a releváns interdisziplináris tanulmányokra. Ugyanakkor az egész projektet a hidegháború egészen végig negatívan érintette. Na most az internet, amikor bejött Ausztriába 90 és 90 után, az hát egy egészen más körülmények között jött be. Hát az ARPANET, amelyik hát egy hadinet hálózat volt Amerikában, 69-90-ig ment, a TCP/IP szabvány, ami elterjedt nagyon erősen, és a CCITT szabványokat is ezen a területen megverte, az 1983-ban jött létre. Ez a internetről beszélek, nagy léptékű, a globális növekedése a 90-es években az valami fenomenális volt, és a nemzetközi terjedésre a hidegháború vége, ez nagyon pozitívan hatott. Sőt, 1995 után a kereskedelmi internet is elkezdett növekedni. És hát nagyon nagy siker volt a csomópontok bővítésében, a felhasználói közösség bővülésére és a nemzetközi nyílt hálózat fejlesztésében. És hát siker volt magában a szabványosításban, az IETF az gyakorlatilag ezen a területen így mindent le tudott tarolni. Egy másik kulcs volt a World Wide Webnek az alkalmazása 1992-ben. Erre is voltak ITU szabványok előtte, de azok semmire nem mentek az alkalmazásba, ez viszont hát robbant egyet 1992 után. A Google kereső 1998 után, és stb. És lehetne folytatni egészen a mai napig. Tehát egy lényegesen dinamikusabb, lényegesebb, sikeresebb valami volt. Hát mi az egésznek a összegzése és a következtetése? Hát a JASA számítógép hálózati és más korai számítógépes projektjei azok fontos részét képezik az ICT Európa történelmében, történt ICT európai történelemben. Ez mindenképpen igaz. Tekintettel a JASA előnyeire és korlátaira is, ezek a projektek, ezek történelmi szempontból is sikeresek voltak. Az ICT szolgáltatás, az újszerű alkalmazások, majd az interdisziplináris kutatások, interdisziplinális kutatási környezetben való kombinációja, ez egyedülálló volt és sikeres volt, de ugyanakkor meg kell mondani, hogy még a jelenlegi, tehát a 2020-as ICT területen még számos olyan téma lenne, vagy vannak cyber security, ICT kockázatok, stb. Területén, ahogy a JASA jellegű interdisziplináris kutatóintézet hasznos munkát végezhetne. Hát a JASA sajnos nem végez. Hát látsz, at least, ha valakit érdekel, néhány referencia, a legtöbb elérhető a JASA
dokumentáción keresztül szabadon elérhető. És itt a további referencek, a további folytatása. És itt szintén last but not least, ez így az én rövid szinopszisom saját magamról, mikor végeztem, mikor szereztem egyetemi fokozatot, hol dolgoztam Magyarországon, hol dolgoztam Ausztriában, hol dolgoztam Németországban, hol dolgoztam Svájcban, mivel foglalkoztam. Hát az utolsó 30-35 évben főleg szabványosítással foglalkoztam, tehát, és azon belül is telekommunikáció és multimédia szabványosítással foglalkoztam. És itt ez a képem, még ez a Jáza időből származik, a mai képem az már messze nem olyan előnyös. Hát ez a egésznek a befejezése, és itt gyakorlatilag én befejezném az előadást, és mindenkinek nagyon szépen megköszönöm, aki eddig kibírta és kitartott, hogy ezt az előadást ezt meghallgatta.